Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntöm a képviselőtestület tagjait, valamennyi meghívott vendéget, a kedves televízió nézőket. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy a 11 képviselőből megjelent 9 fő távol maradását bejelentette Andrássy András és Lengyel János képviselő urak. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket. Van-e valakinek további napirendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, akkor arra van még a mai napon is lehetőség, hogy napirend előtti kérdéseket tegyenek föl, képviselő urak, hölgyek. Kérdezem, hogy napirend előtti kérdések, van-e valaki, aki ezzel élni kíván? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a napirendi pontokat. Aki egyetért azzal, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek kerülnek megtárgyalásra, azt kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 20/2021 önkormányzati rendelet módosítására. A napirendi pont kiküldésre került, és ha jól tudom, akkor testületi ülés előtt a pénzügyi bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Szerintem minden benne van. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás napirenddel kapcsolatban van-e? Karcagenes Zoltán képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt aljegyzőasszony, képviselőtársak, kedves jelenlévők. A testületi ülés előtt ülésezett a pénzügyi fejlesztési bizottság, és szeretném jelezni, hogy mind a két testületi ülés napirendi pontját, mind a kettőt tárgyalta a pénzügyi bizottság, megtárgyalta, átbeszéltük, és mind a kettőt egyhangúan támogattuk. Elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás, Kanász Nagy László képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, tisztelt jelenlévő televízió, nézzük, a ügyrendi és jogi bizottság is megtárgyalta a gyermek étkeztetésről szóló rendelet tervezett módosítását. Az ülés előtt is egyhangulag támogatta a javaslatot. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy a bizottság ülésekről is kiderül, nagyon fontos napirendi pontról van szó, hiszen a gyermek étkeztetés már több testületi ülésen feljött, mindenképpen egy nagyon fontos és sarkalatos kérdés Karcagon is a gyermekek ellátása, minél jobb ellátása, amelynek természetesen része az ebéd, mint ahogy a szünidei étkezés is, bár megjegyzem, hogy nagyon sokan nem éltek azzal a lehetőséggel, bár lehetőségük lett volna arra, hogy éljenek a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételével, néhányan meg is rendelték, aztán mégsem mentek el és nem vették át ezeket a ebédeket. Én remélem, hogy azért ezen is javulni fog majd ehhez való hozzáállás. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom én is a napirendet, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Második napirendi pontunk. A javaslat a Karcagi Ipari Park Kft. Által megvalósításra kerülő beruházással összefüggő döntés meghozatalára. Ahogyan a kiküldött anyagban is szerepel, a Karcagi Ipari Park Kft. Nagyobb beruházást hajt végre az ipari park területén, amelyhez hitelfelvétele szükséges, ezt a tulajdonosok megtették, viszont az önkormányzat tulajdoni hányadában lévő üzlet részre is szükséges jelzálog jog alapítása, amely az üzletrész 53 millió forint értékű, névértékű üzlet részére is értendő. Ugye nem kell a tulajdonosok döntése értelmében, nem kell kötelezettséget vállalnunk ezzel kapcsolatban, de a jelzálog bejegyzéséhez hozzá kell járulnunk. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban.
Ha nincs, akkor én elfogadásra, támogatásra javaslom, hiszen ezzel a beruházással is további munkahelyek létesülnek Karcagon, ami mindenképpen fontos a város érdekében. Aki egyetért vele és támogatja, az jelezze, de mivel az összegre való tekintettel minősített szavazás szükséges, ezért név szerinti szavazás van a napirendi ponttal kapcsolatban, úgyhogy kérem ennek megfelelően jelezze majd mindenki a támogatását. Molnár Pál képviselő, Dr. Kanász Nagy László, igen. Nagyné László Erzsébet, igen. Gyurcsek János, igen. Dr. Pintér Zoltán, igen. Karcagi Nagy Zoltán, igen. Szepesi Tibor, igen. Pánti Ildikó, igen. Kozma Dániel, igen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 9 igen szavazattal egyhangúan megszavaztuk a napirendi pontot. Tisztelt képviselő testület, bármilyen hihetetlen gyorsaságra a napirendi pontok megtárgyalásának végére értünk. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2022. január 27-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselő testület, ha csak addig valami nagyon fontos napirendi pont nem jön közbe, előre láthatólag azért jelzem, hogy várhatóan január második hetében tartanunk kell majd egy rendkívüli testületi ülést, hiszen lesz olyan napirendi pont a jövőbeni fejlesztésekkel kapcsolatosan, amely várhatóan igényli majd azt, hogy össze tudjuk hívni, hogy összehívjuk a testületi ülést. Kérdezem, hogy ettől függetlenül a soron következő január 27-i testületi ülésre van valakinek napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor én szeretném megköszönni a képviselőtestület tagjainak, a meghívottaknak a megjelenést, az aktivitást, a kedves televízió nézők figyelmét, és most már vélhetően, bár ezt megtettem a legutolsó testületi ülésen is, de vélhetően már ebben az évben nem kerül összehívás a testületi ülés, úgyhogy engedjék meg, hogy nagyon boldog, sikerekben gazdag, egészségben gazdag, és addig is családi körben eltöltött pihenést kívánjak, a jövő évre pedig minden jót mindenkinek. Köszönöm szépen!